Először is köszönöm szépen a előadóknak a fantasztikusan izgalmas előadásait, köszönöm szépen az itt kitartóknak az érdeklődését. Engem ez a mai nap arról győzött meg, hogy a kevés, kicsit pessimistának tűnő cím, amely ugye úgy szólt, hogy gondolkodom, tehát akkor mi is van, ez bennem az előadások kapcsán pozitívra váltott és ha fordítva mondanám, fordítva mondhatom, akkor úgy mondom, hogy vagyok, tehát gondolkodom. Minden előadás arról győzött meg, hogy szükséges és fontos, mert ha a billek lennének többségben, az nekünk, az a tedeknek is nagyon nagy baj lenne. A felelősséget nem háríthatjuk át senkire, azt a fajta felelősséget, hogy Watson hogyan dönt, és hogyan ver meg mondjuk egy szellemi, szellemi vetélkedőben, ezt nem háríthatjuk át másra. Tudomásul kell vennünk, hogy a vetélkedőkben Watsonnak jobbnak kell lennie, jobb lehet a kognitív, tulajdonság, kognitív lehetőségek miatt, mint mi, de ez nem jelenti azt, hogy mi butábbak lennénk, egyszerűen csak emberi módon gondolkozunk, és ennek örüljünk. Azt javasolom, hogy ebben a gondolattal barátkozzunk meg, és folytassuk ezt a, folytassa mindenki magában, ahogy ez elhangzott a valamelyik előadásban is, hogy, hogy, hogy milyen világban is élünk, és vigyázzunk a gyerekeinkre, a tíz évesre, aki már nagyszerűen tudja a Jumit programozni. Én egyébként szívesen hallottam volna, hogy hogyan is kell a Jumit programozni, mert nekem tíz éves unokám van, és biztos boldog lenne, hogyha egy Jumit programozhatna. Lehet, hogy majd megkérdezem Zoltán, de hogy, hogy a lényeg, hogy ezek az előadások gondolatokat ébresztenek, és hogy később is így legyen, mindenki hozzáférhet a honlapunkon, mint ahogy a teljes videók kö közvetítéshez is. Remélem, hogy sikerült valamennyire hozzájárulni ahhoz, hogy a technológiailag és sok más szempontból is bizonytalan jövőképünket egy kicsit kordában tartsuk. Köszönöm szépen a figyelmüket és a jelenlétüket.